Ma egy nagyon finom főzeléket fogok elkészíteni, ahogy a nevében is benne van, finom főzelék. Nézzétek meg, hogyan készítem. A finom főzelékhez összevágunk 2 fej hagymát, akár rakhatunk hozzá fokhagymát is, én most nem teszek, illetve egy nagy csokor petrezselymet. Én most ebben a kis aprítóban fogom összeaprítani, természetesen picire is vághatjuk, illetve a sárgarépát is összevágjuk, hogyha nem fagyasztottat használunk. Miután összevágtuk a hagymát és a petrezselymet, olajat fogunk melegíteni. Én szokásosan kókuszzsírt használok. Természetesen lehet vajat vagy olajat, ez mindig ugye rátok van bízva, akár még állati zsírt is. Amikor felolvadt a zsiradékunk, vagy megmelegedett, akkor hozzáteszünk a hagymát és a petrezselymet. Ha valaki tesz bele piros paprikát, akkor ugye azt most kell majd beletenni, amikor a hagyma egy kicsit így megpirult, illetve teszek rá egy kis borsot. Azt, hogy mennyi borsot teszünk rá, ugye ez teljesen egyénfüggő, hogy ki mennyit szeret, ki mennyire borsosan szereti az ételt. Azért jó ilyenkor rátenni a piros paprikát, mert sokkal intenzívebb lesz az íze, illetve minden fűszert, amit szeretnénk ebbe az ételbe beletenni, vagy bármilyen másik ételbe, azt jó egy picit megpirítani. Amikor a hagymánk egy picit megpirult, akkor teszünk alá egy pici vizet. Egyébként a petrezselymet azt úgy is lehet, hogy nem egybe a hagymával, csak nekem az aprítógépbe egyszerű volt beletenni. Mondom, először a hagymát lepirítjuk, beletesszük a zöldséget, és utána dobjuk bele a petrezselymet, de ha itt tesszük bele, sem történik semmi különös. És most beletesszük a répát. Ugye abban az esetben, hogyha friss maga a borsó is, akkor azt is ilyenkor tesszük bele, de ha fagyasztott a répa, akkor nyilván a borsóval együtt fogjuk beletenni. Most ezt picit előfőzzük, mert ugye maga a borsó az fagyasztott, tehát ez nagyon gyorsan meg fog főlni. Répából, hát kb. 6 darab répát vágtam össze, és 1 kg zöld borsót fogok hozzáönteni. Ugye ezt a mi 5 fős családunknak készítem. Köretként, vagyis nem, feltétként lehet rátenni fasírtót, esetleg virslit, attól függ, hogy ki ugye mit szeret, vagy egy kis pörköltet. Az teljesen rátok van bízva, ugye itt most a lényeg ezen a főzeléken van. 10 perc főzés után hozzá fogjuk most önteni a zöld borsót. És felöntjük vízzel, hogy ellepje a borsónkat is. Ilyenkor sózzuk, vagy adott esetben ételízesítőt teszünk bele, ki mit szeret. Én ez egy ilyen kanállal tettem bele másfelet. És amit én nagyon szeretek a borsólevesnél is, és a borsófőzeléknél is, az a cukor, tehát még teszünk bele körülbelül egy evőkanálnyi cukrot. Ez nagyon jól előhozza a borsónak az ízét. És most egészen addig főzzük, amíg a zöldségek ugye megpuhulnak benne. Fél órát főztem a főzeléket, most már így nagyjából megpuhult a répa is, meg a borsó is. Amit látjátok, fedő alatt főzöm. És most melegítünk egy kis zsiradékot, amiben megcsináljuk a rántást, amivel ugye be fogjuk sűríteni magát a főzeléket. Lehet tejföllel is, tehát tejfölös habarással, de én most sima rántást fogok készíteni. Általában ekkora mennyiséghez én egy jó 3 evőkanálnyi lisztet használok fel. Ez most ilyen tönköly, fehér tönköly liszt, amivel be fogom habarni a főzelékünket. Még tettem hozzá
hozzá egy picit, hogy ez egy jó nagy három evőkanálnyi egyébként. A főzelékből teszek hozzá egy kis levet. El is készült, és most nincs más hátra, hogy szépen ezt beletesszük, és gyorsan, gyors mozdulatokkal elkeverjük a főzelékben. Ha bizonytalanok vagytok, hogy mennyi rántás kell ehhez az egészhez, akkor ne tegyétek bele rögtön az egészet, hanem csak egy picit mindig. Egyébként én is úgy szoktam, hogy mindig egy picit rakok hozzá, azért, mert akkor, ha nagyon sűrűnek látom már, vagy egy kicsit több lett a rántás, akkor nem történik az meg, hogy így megáll benne a kanál a végén. Ilyenkor már vegyük lejjebb a lapot, mert különben ugye elkezd kifröcsögni az egész, hogy ugye sűrűsödött. Amint látjátok, nekem sikerült eltalálni az arány, tehát ugye a 6 sárgarépához és az 1 kg zöldborsóhoz, ugye épp hogy annyi vizet tettünk az elején, hogy elfedje. Nem is kellett hozzá több vizet öntenem időközben, hanem így ez elég is volt, hogy megfőjön benne minden, és ehhez a 3 nagy evőkanálnyi lisztet tettem a rántáshoz, és ez így úgy látszik, hogy elég is volt. Ugye a kérdés mindig, hogy van piros, meg van fehér, van piros, meg van fehér borsó főzelék, vagy ugye ilyen finom főzelék. Piros ugye nyilván a piros paprikától lesz, én hol így, hol úgy készítem, ez megint éppen mindenkinek a saját szájíze szerint kell megcsinálnia. Tehát nincs erre szerintem ilyen szabály. Ezt mindig elmondom, hogy nincs ilyen, hogy vagy így jó, vagy úgy jó. Hisz úgy jó, ahogy a család szereti. És ezt jegyezzétek meg, teljesen mindegy, hogy ki mit mondi, mert hallottam, hogy összeveszett ismerősöm azon, hogy piros vagy ugye fehér legyen maga a zöldborsó főzelék, és ezen egy jót mosolyogtam, hogy hát nem mindegy. Hát olyan, amilyet szeretnétek. El is készült, hogy nincs más hátra, mint hogy elkészítsük hozzá a feltétet is. Ez mindenkire rá van bízva, hogy mit fog készíteni. Én most ugye ebben a receptben ezt nem mutatom meg nektek, mert ennek az egésznek a finom főzelék volt a lényege. A leges legvégén kóstoljuk meg, hogy elég sós, elég édes-e, milyenek az ízek, mert ugye utólag még lehet ízesíteni. Az enyém pont jó lett. Pont elég édes, pont elég sós, így nincs más hátra, mint hogy tálaljunk. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogy hogyan készítitek ezt a főzeléket, hogyha másképp készítitek, illetve miket raktok még bele azon kívül, amiket én beletettem. Tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk e-mailt írni a lent látható e-mail címünkre, illetve postázási címünkre levelet is tudtok küldeni, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!